Ez a videó csak is oktatási céllal jött létre, nem minősül semmilyen befektetési tanácsnak. Kérlek, olvasd el a teljes kockázati figyelmeztetést, mielőtt megnézed ezt a videót. Üdvözlök mindenkit az ELTI piaci körkében, március 20-a hétfő van, és talán ez az utolsó hét, amikor a megszokottól eltérően ugye egy órával korábban zárnak a napos gyertyák. Ha visszaállunk a nyári időszámításra a hétvégén, akkor minden visszaáll a régi rendbe. Tehát erre mindenképp érdemes lesz figyelni azoknak, akik az esti gyertyazáráskor szoktak belépni. Sajnos a múlt héten bővelkedett kereskedésekben a rengeteg hír ellenére sem, inkább csak csapkodás jellemezte a piacokat, a hét nagy részében alig történt valami, és a délutáni piacnyitás, az amerikai piacnyitás után szokott jönni egy kis mozgás, ez jellemezte a múlt hetet, de ettől függetlenül a piac tette a dolgát, alakította a megfelelő gyertyaformációkat és alakzatokat, úgyhogy megnézzük, hogy a héten esetleg több lehetőségünk lesz a kereskedésre, úgyhogy hamarosan átmegyünk a Forex Faktori oldalára, szokás szerint átnézzük a híreket, mert lesz bőven hír a héten, és aztán folytatás következik a csártagon. Akkor vágjunk is bele, és nézzük meg, mi vár ránk a héten első körben hírek tekintetében. Itt vagyunk a Forex Faktori oldalán, ugye általában a hétfő napon túl sok adattal nem számolhatunk, így már lapozok is tovább, és a keddi nap az már sokkal izgalmasabb lesz, főleg itt a kora délutáni órákban. Ugye Kanadából jönnek fontos CPI adatok, úgyhogy ez hozhat heves mozgásokat, és ugye az elmúlt időszak azért ugye a kanadai párokon szép mozgások voltak, ez további lendületet hozhat majd esetleg a pároknak. Amire érdemes figyelni itt a Forex Faktori oldalán, hogy a fél hármas hírek ugye most egy órával hamarabb történnek még, legalábbis a héten, tehát fél kettőkor fognak megjelenni ezek a fontosabb kiemelt adatok, de megyünk tovább, a szerda pedig úgy indul, hogy a reggeli órákban GBP párokon fontos CPI adatok jönnek, viszont ami igazán érdekes lesz, az az esti amerikai kamat döntés, itt lesz érdekes, hogy milyen mozgásokat hoz majd esetleg ez a hír, lesz egyáltalán heves mozgás, úgyhogy ezt mindenképp érdemes lesz megvárni itt az esti órákban, úgyhogy ezen a napon biztos, hogy nem kereskednék addig, amíg ezek a hírek meg nem jönnek, és meg nem látjuk, hogy alakul majd a napos gyertyák zárása. Úgyhogy ez mindenképpen egy meghatározó adat lesz a héten, hogy mi lesz a dollár sorsa, de megyünk tovább. A csütörtöki napon pedig itt a délelőtti órákban rengeteg kiemelt hírre találkozhatunk. CHF párokon erre majd érdemes lesz figyelni, mert azért a CHF párokon szépen alakulnak a formáció, és aztán szokás szerint ugye itt a délelőtti órákban a GBP párokon fontos kamat döntés lesz szintén. Tehát itt a reggeli órákban jöhetnek heves csapkodások, mozgások, és itt mindenképp érdemes lesz megvárni majd a napos gyertyák zárását is. És hát a pénteki napon sem maradunk kiemelt hírek nélkül, elég szép számmal lesznek, a délelőtti órában elsősorban euró és GBP párokon lesznek fontosabb hírek, ugye ezek PMI adatok, és aztán délután az amerikai dolláron is lesznek PMI adatok, úgyhogy ezek fontos adatok lesznek, tehát a hétvége érdekesen zárulhat ennek a rengeteg hírnek köszönhetően. Hát nagyon remélem, hogy ezek a hírek nem csak csapkodásokat hoznak a héten, hanem szép elindulásokat is, viszont ahhoz kellenek a formációk, hogy elindult folyamataink legyenek, ezt fogjuk hamarosan kideríteni, szokás szerint átmegyünk a ZXStation felől, és folytatás következik a csártokon. És már itt is vagyunk az USA dollár index 7-es csártyán. Ugye a múlt héten még arról beszéltem, hogy ha ez a szint, ez a Fibó szint tartja magát, akkor jó eséllyel mehetünk ugye felfelé. Ez még a hét közepéig majdnem élt is, mert itt járt az árfolyam fent szép zöld gyertyában, és aztán a hét második felére a híreknek köszönhetően újra begyengült a dollár, és jövünk lefelé. Ugye erről beszéltem már korábban is, hogy két lehetőség van, vagy megyünk tovább felfelé, vagy pedig visszateszteljük ezt az áttört 7-es szintünket, és itt fog eldőlni, hogy mi lesz majd a hosszabb távú irány, itt az árfolyam is újra esetleg felfelé fordul az árfolyam, vagy pedig egy ABCD alakzatba jövünk tovább lefelé a következő menetre. Ez akár a híreknek köszönhetően a héren ki is derülhet, de mindenképp itt jöhet egy kis megtorpanás a 7-es szintek környékén, és aztán majd kiderül, hogy a hétvégi 7-es gyertya hogy fog zárni, sortosan áttörve ezt a szintet, vagy esetleg egy zöld fordulós gyertyában és újra felfelé mutatva. Tehát rövid távon mindenképp dollár gyengülésre számítanak, és aztán majd meglátjuk, hogy itt a 7-es szint és a trendvonal környékén milyen formációk fognak kialakulni. Így nem is időznék itt tovább, szokás szerint átmegyünk a dollár, japán és CHF párokra, és megnézzük, hogy mi a helyzet a főbb devizapárokon, úgyhogy vágjunk is bele. Akkor jönnek a dollárpárok GBP USD-vel kezdve. Itt a múlt héten volt egy rövid távú kereskedésem, itt nyitottam egy pozíciót, majd a napos csárton azt megmutatom, hogy mi alapján léptem be, és ugye első körben ide a 7-es szintig várnám fel az árfolyamot, itt nagy valószínűséggel ki fogok szállni, ha csak nem jön egy nagy gyertya és át nem töri ezt a 7-es szintünket, de meg kell várni majd a következő időszakban, hogy mi fog történni. Tehát egyelőre úgy tűnik, ugye, hogy a dollárpárok felfelé arra szolgatnak, de amíg a 7-es szint nincs szignifikánsan áttörve, addig
bármi megtörténhet, lehet, hogy ez csak egy belső visszateszt, és aztán újra fordul lefelé az árfolyam, úgyhogy ezért kell türelmesen megvárni, hogy itt a hetes szintek környékén mi fog történni, amihez már nem sok kell, hogy ezt elérje, úgyhogy ezt majd a héten menedzselnünk kell ezt a pozíciómat. Így megyünk is tovább a következő párunkra, ami nem más, mint az euró-USA dollár. Itt viszont ugye egy sortos kanócos gyertyát láthatunk, de ez önmagában nem jelent még semmit. Ettől függetlenül simán felszúrhat még itt is az árfolyam a hetes szintek környékére. Itt majd a napos csártokon fogjuk jobban látni, hogy mi várható itt a következő napokban. Ezért nem is időznék itt túl sokáig, tehát mindenképp meg kell várnunk, hogy itt a hetes szint környékén mi fog történni. A következő dollárpárunk nem más, mint az NZD-USD. Itt ugye már annyi látható, hogy a múlt heti hetes gyertya egy nagyon szép kis fordulós gyertya lett, és ugye arról beszélek mindig, hogy a fordulós gyertya önmagában még nem belépés, mivel közel vagyunk itt is a hetes szinthez, itt is várnék egy megerősítés, hogy mi lesz a további irány, át tudjuk-e törni a hetes szinteket, és megyünk tovább a trendvonali, vagy esetleg innen lefordul az árfolyam, és megyünk újra lefelé. Tehát rövid távon még itt is jött egy kis felpattanás, de mivel közel van a hetes szintű, így ezeken a párokon egyelőre biztos nem kereskedni, és akkor utolsó dollár párunk az ausztrál dollár, USA dollár. Itt is ugye a nagy esés után kialakult egy fordulós kis gyertya, egy ilyen inside báron belül, tehát az utolsó sortos gyertya szintje se lefelé, se felfelé nem sérült, és ugye erről beszéltem már egy ideje, hogy ezeknek a szinteknek a környékére várnám le az árfolyamot, ezt nagyon szépen meg is csinálta, tehát lehet ez simán egy ABCD alakzat, és mehetünk újra felfelé nagy lendülettel, de még benne van akár a további lejtmenet is, amíg egyértelmű jelzések nem lesznek, amíg ezek szintek fölé nem zár az árfolyam, egyértelműen addig ugye nem tudunk elindulni, és itt azért elég nagy távolságban ugye hetes szintig, tehát itt sokkal nagyobb lett a visszatesz, mint a többi párom, ami azt jelezte, hogy az ausztrál dollár volt az egyik leggyengébb láncem itt az elmúlt időszakban, de ennek a folyamatnak akár vége is lehet, és újra elindulhatunk felfelé. Tehát a dollárpárok jelzése alapján mindenképp rövid távon felfelé gondolkozni, mivel azért fontos szintre ért az árfolyam, úgyhogy meg kell várni, hogy itt az emelkedés meddig fog tartani. Megyünk tovább a japán párokra, és a dollár japán jennel kezdünk. Itt ugye viszont az látható, hogy nagy valószínűséggel bejöhetünk ugye a hetes szintek alá, és ugye erről már egy ideje beszélek, hogy vagy tartja magát ez a szint, és megyünk tovább felfelé, vagy pedig a ABCD alakzatba jövünk tovább lefelé, akár ide a trendvonalig, és egyelőre igaz, hogy most még csak hét eleje van, de ettől függetlenül most úgy néz ki, hogy sortos az irány, és nem tudják ezek a szintek tartani magukat, tehát ez csak egy visszahúzódás volt, és további lejtmenetre lehet esetleg számítani, ha csak valami csoda folytán a híreknek köszönhetően vissza nem zárunk ide a hetes szintek fölé a következő napokban majd. A múlt hét főleg a japán párokról szólt, ugye ott voltak a leghevesebb mozgások, és úgy tűnik, hogy sortos lesz az irány, legalábbis rövid távon, úgyhogy megyünk tovább, GBP japán a következő, itt is ugye szépen lefordult a zárfolyam, viszont ugye megvan még az alakzatunk egyelőre a visszateszt után, tehát itt egy fontos szintet elértünk, nagyon szépen elindult lefelé az árfolyam, tehát alakítja ki a második lábot, és itt ennek a szintnek a környékén fog eldőlni, hogy mi lesz a további irány. Amíg a két évvel ezelőtti szint felett tud maradni az árfolyam, addig van esély esetleg a második láb után egy fordulásra, ide be lehet húzni a trendvonalat, és hogyha esetleg a szint felett tud maradni az árfolyam, akkor az oldalazásból való kitörés után újra lehet felfelé kereskedni, és akkor a tavalyi év legmagasabb pontja lesz a célár, viszont hogyha esetleg bejövünk a szintek alá, és bejövünk a két évvel ezelőtti sávba, akkor simán megtörténhet az, hogy egy visszateszt után visszajövünk a tavalyi év legmélyebb pontjáig is. De egyelőre meg kell várni, hogy az árfolyam leérkezzen erre a szintre, és ha esetleg itt lesz egy szép kis fordulós gyertya zöld felfelé, akkor jó esélye, akár mehetünk újra felfelé, amíg ez nem jelenik meg, vagy nincs egyértelmű jelzés, és ezek az esések nem fejeződnek be, addig ezeken a párokon egyelőre úgy látom, hogy nem sok kereskedési lehetőség lesz. Nagy valószínűséggel a többi japán páron is hasonló lesz a technikai kép, de megyünk tovább, euró japán, itt is ugye elég sortos a történet, nagyon szépen a hetes szintről fordult le az árfolyam, csinálja az alakzatot, itt vagyunk egy fontos trendvonal környékén, tehát ebből akár lehet egy hosszabb távú lejtmenet is, és itt is visszajöhetünk a két évvel ezelőtti időszakra. Itt azért jól látható, hogy ezt a szintet többször megszúrta, és innen pattant fel az árfolyam, tehát itt akár benne van egy hosszabb távú lejtmenet is, viszont ahhoz, hogy ebből lejtmenet legyen, ennek a belső nyakvonalnak mindenképp szignifikánsan sérülni kellene, és itt még simán megtörténhet az, hogy erről a szintről újra felpattan az árfolyam, visszatesztelve ezt a trendvonalat, és majd csak utána jövünk lefelé. Úgyhogy ezt türelmesen ki kell várni, tehát a japán párokban jöhetnek hosszabb távú folyamatok, hogyha minden így marad.
Viszont ahhoz még a megfelelő technikai képnek ki kell alakulni, hogy ebből egy jó kötés legyen, így megyek is tovább az NZD Japánjára. Itt is hasonló a helyzet, itt viszont már ugye lassan benézünk a két évvel ezelőtti szint alá. Egyelőre itt is ugye vannak fontosabb szintjeink, ahova lejött az árfolyam, tehát ide simán leérkezhetünk, ami úgy tűnik meg is történhet itt a következő időszakban. Ha tartósan a szint alatt tudunk maradni, akkor egy kis visszateszt után újabb lejtmenetre számíthatunk. Tehát úgy néz ki, hogy egyelőre a japán párok fordulnak és nem tudnak tovább menni, tehát ebből egy ABCD alakzatba jöhetünk le első körben ezeknek a szinteknek a környékére. Utolsó japán párként ausztrál dollár japán jen, itt viszont már elég előre haladott állapotban van a történet, újabb lejtmenetben van az árfolyam, és ugye itt is a két évvel ezelőtti szint környékére várnám le, itt simán leszúrhat az árfolyam, és lehet, hogy innen újra felpattan, ha csak rövid távon is. És ugye mivel az ausztrál dollár volt az utolsó leggyengébb láncem, ezért ez halad most a legjobban, tehát ez azt jelenti, hogy ez korábban leérkezhet a többi árfolyamhoz képest, és azután esetleg jöhet egy kis dominancia felfelé, ami azt jelenteti, hogy akkor fordulhat a kocka, és a GBP és az EUR párok helyett, akkor esetleg az ausztrál dollár lehet egy időre a dominánsabb devizapár. Tehát míg a többi japán páron csak most indulgatnak a folyamatok, itt lassan viszont már be is fejeződik, és leérkezhetünk fontos szintek környékére, de megyünk tovább, és akkor jöjjenek a CHF párok. USA dollár CHF, ugye itt az elmúlt időszakban itt voltak a szép kis felpattanások, de még ugye itt a hetes szintünket nem tudtuk átvinni, viszont azért ez a gyertya, ez mindenképp egy beszédes gyertya, itt a következő időszakban jöhet egy újabb felpattanás, mivel azért egy fontos tavalyi év szintjénél vagyunk, és tulajdonképpen semmi más nem történt, kialakította azt a bizonyos kis dupla ajt belső nyakvonalra, és hogyha esetleg ez a szint tud sérülni felfelé, akkor mehetünk rövid távon mindenképp a felfelé irányba, és hogyha kicsit összép húzom a csártot, akkor láthatjuk, hogy első körben ugye ez még mindig csak egy visszatesztje lesz a két évvel ezelőtti legmagasabb pontnak, tehát alulról visszatesztelhetjük az árfolyamot, és innen még bármikor újra lefordulhat az árfolyam, de meg kell várni, hogy itt a következő időszakban mi történik, viszont hogyha itt a szintek fölé tudunk zárni, akkor mindenképp rövid távon lehet egy jó kis menet felfelé, és aztán, hogyha esetleg belendül az árfolyam, akkor akár egy nagyobb menet is jöhet. Én az ilyen technikai formációkat keresem, fontos szintek környékén megjönnek a fordulós gyertyák, az lehet még akár a hetes szint alatt, vagy akár a hetes szint fölé zárva, de amikor már egyszer megszúrta, de nem tudott még testtel a szint fölé zárni, az már jelzés értékű, hogy a következő időszakban mindenképp rövid távon felfelé várnám az árfolyamot, tehát ezekre a párokra, a CHF párokra majd érdemes lesz figyelni, és majd szerintem a többi páron is hasonló technikai képet fogunk látni, egy kis különbséggel, hogy már mondjuk például, hogy átmegyünk a GBP CHF-re, itt viszont nézzük meg, gyönyörűen a múlt heti hetes gyertya, az már a szint fele tudott zárni. És ugye erről beszéltem a múlt héten, hogy az, hogy itt van egy shortos gyertyánk lefelé, és bejöttünk a szintek alá, az önmagában nem jelent semmit. Itt kell figyelni, mert itt jön az a bizonyos heves mozgás, csapkodás. Tehát itt, aki azt gondolta, hogy itt most akkor megyünk most már shortba, az nagyon szépen ki is topolódott itt, mert tulajdonképpen vissza is rántották az árfolyamot már a hét elején. Ezért érdemes a napos csártokon figyelni, hogy amikor benne vagyunk egy kereskedési sávba, az önmagában nem jelent semmit, hogy benézünk a szintek alá, itt szokták visszarántani az árfolyamot, és aztán megyünk újra tovább felfelé, tehát amíg egy szignifikáns törés itt nincs lefelé, addig itt biztos, hogy nem kereskednék, és ugye én a múlt héten fel is hívtam erre a figyelmet, hogy itt jöhet heves mozgás, és nagyon szépen meg is történt. Tulajdonképpen ez a piacnak az ismerete, amikor láttam már elég hasonló ilyen szituációt, akkor tudod azt, hogy az ilyen szintek környékén nem szabad addig kereskedni, amíg ezek a jelzések meg nem jönnek. Egyértelmű iránymutatás, hogy merre az árfolyam, és utána lehet gondolkozni esetleg, hogy merre akarunk kötni, és ugye itt már nagyon szépen kezdi kitölteni ezt a hold zónát, amiről mindig beszélek, és itt most jöhet akár egy heves mozgással egy újabb felpattanás, és ugye első körben sáv tetejéig kereskednék, és aztán meglátjuk, hogy ezt a szintet át tudja eltörni, megyünk tovább a következő szintig, vagy pedig itt még egyszer lefordul, akár ezt a belső nyakvonalat visszatesztelve, és majd csak utána fog elindulni az árfolyam. De ami biztató, ez a gyertya, hogy itt vagyunk egy fontos trendvonal környékén, szintek felett vagyunk, megvan a fordulós gyertyánk is, most már csak a kisebb idősíkon a jó belépéseket kell megvárni. Tehát itt a következő időszakban a CHF párokra mindenképp érdemes lesz figyelni, mert megjöttek azok a technikai jelzések, amik mutatják, hogy merre akart majd tovább menni az irány, és majd ezek közül a párok közül ki kell választani, hogy hol van a legnagyobb potenciál felfelé, melyikben van a legszebb technikai kép, és melyik lesz a négy devizapár közül a dominánsabb a híreknek köszönhetően, és csak azon a páron érdemes majd kereskedni. És akkor nézzük, mi a helyzet a többi CHF páron, euró CHF-fel folytatjuk. Itt is ugye a múlt hét egy nagyon nagy leszúrás után nézzük meg, mekkora
kanoncos gyertyát csinált. Erről beszélek, a hetes szinteket nem véletlenül használom, mert itt történik mindig a varázslat, és itt is ugye megcsinálta a leszúrást, megcsinálta a diszkontárat, és tulajdonképpen most ennek a szintnek a környékén jöhetnek a jó belépők, és amíg a hetes szint tartja magát, addig jó eséllyel felfelé gondolkozhatunk. Itt még ugye van egy trendvonalunk, és ezt a hold zónát itt is ki kéne tölteni, áttörni ezeket a szinteket, és utána tudnánk felfelé menni. Viszont ami mindenképp jelzés értékű, ezek a gyertyák, ezek a fordulós gyertyák, itt már a szint felett is vagyunk, és ugye itt is az ABCD alakzatnak a nagyobb menete következhet, tehát most jöhet el az az időszak, amikor egy nagyobb menetben is részt tudunk majd venni. Sajnos az ilyen folyamatok elég sok időbe telnek, mire kialakulnak, viszont ezeket türelmesen meg kell várni, mert addig csak itt oldalazás lesz, csapkodás lesz, és a kereskedés pontosan erről szól, hogy ezeket a folyamatokat türelmesen megvárjuk, és utána a nagy menetekben szépen benne tudunk lenni, és ebben van a nagy pénz, amikor hosszabb távon benne tudunk ülni, akár napokig, hetekig vagy hónapokig, mire felérkezik a következő célára, és itt is ugye hetes szinttől hetes szintig kereskedünk, úgyhogy jó esélye ez meg lehet, úgyhogy erre az időszakra mindenképp érdemes lesz figyelni itt a CHF pároknál, mert itt jöhetnek szép menetek. Jó, megyünk tovább a következő CHF pára, NZD-CHF. Itt is nézzük meg, hogy a hetes szintről milyen szépen felpattant az árfolyam, és itt ez a nagy gyertya már mindenképp azért jelzés értékű, viszont itt azért van egy fontos nyakvonalunk, tehát itt akár várni egy kisebb visszatesztet, itt is ugye az oldalazásból ki fog derülni, hogy megyünk tovább felfelé, áttörve ezeket a szinteket, vagy pedig újra lefordulunk és jövünk a tavalyi évnek a mélypontjára, de meg kell várni, hogy itt a következő időszakban mi történik. Úgyhogy ez még önmagában nem teljes értékű kereskedési lehetőség, itt ugye a trendvonalnak is sérülnie kellene, és itt azért egy elég komoly nagy hold zónáról beszélünk, ha csak valami nagy lendület folytán, ugye mivel a héten fontos CHF hírek jönnek, és ugye ezt kell megfigyelni, hogy amikor jönnek az adott héten bizonyos párakon fontos hírek, akkor nézzük meg, hogy a technikai kép már nagyjából elő is készült esetleg egy nagyobb elmozdulásra. Ritkán előfordul az, hogy utána csak egy visszateszt jön, mert a hírnek köszönhetően negatív irányba mozdult el az árfolyam, és majd csak a harmadik hét után fog elindulni az árfolyam, de legtöbb esetben akár jöhet nagy felpattanás is, és mivel itt is ugye egy második lábnál vagyunk, könnyen elindulhat az árfolyam felfelé, és hogyha itt a szintek környékén valahol időben nem tudunk belépni, akkor könnyen lemaradhatunk a jó belépőkről. És akkor utolsó CHF párként ausztrál dollár CHF. Itt is ugye érdekes volt a történet, mert a múlt héten arról beszéltem, hogy itt egy nagy shortos gyertyában benéztünk az előző év szintje alá, és nézzük meg, már a következő heti gyertyában vissza is zártunk ennek az éves szintnek a sávjába. Tehát ezért beszélek mindig erről, hogy az éves szintek környékén meg kell várni ezeket a csapkodásokat, és megvárni, hogy egyértelműen mi lesz az irány. Ha tartósan vissza tudunk zárni, és a szint fölött tudunk maradni, akkor az azt jelenti, hogy rövid távon mindenképp felfelé gondolkozhatunk, viszont itt is ugye megvan még a trendvonalunk, tehát egyelőre csak rövid távon lehet gondolkozni, de ez a lényeg, hogy itt az éves szintek környékén mindig ez van. Heves mozgással lejön az árfolyam, és már a következő hetes gyertyában vissza is zárunk a szintek fölé. Ezért nem szabad itt kereskedni, hanem várjuk meg egyértelműen az elmozdulásokat, és az elmozdulás után a visszateszteket keressük, ugye a diszkontárat és az abból való elindulást, mert ezek lesznek a nagyobb menetek. Tehát a főbb devizapárok közül jelenleg a CHF párokban látom a legjobb lehetőséget majd a kereskedésre, mert itt vannak a legszebb formációk, és ezek elég egyértelmű jelzések, hogy mit akar üzenni nekünk a piac, úgyhogy erre érdemes lesz figyelni a következő napokban, hetekben, tehát a CHF párokban jöhetnek szép menetek. Ennyit a főbb devizapárokról, és akkor szokás szerint átmenjünk a vegyes csártokra, és megnézzük, hogy mi a helyzet az arany, az indexe és a többi devizapár házatáján, úgyhogy folytatás következik a vegyes csártokon. És már itt is vagyunk az arany hetes csártyán, és ha megnézzük, hogy mekkora gyertyában végződött a múlt hét, akkor látható, hogy hatalmas lendülettel elindult felfelé az árfolyam, és lesznek olyan időszakok, amikor már nem lesz második láb, mert annyira heves a mozgás, és itt már a szintek környékén ugye akár ebben a gyertyában be lehetett lépni, és nézzük meg, hogy mekkora menetet csinált, áttörve ugye előző csúcsokat, és a hetes szintünk fölé is tudott zárni, tehát a következő célár ugye a tavalyi év legmagasabb pontja lesz, amiről már beszélek egy ideje, hogy ide várnám első körben, és már nem sok hiányzik, hogy ezt meg is csinálja.
Mivel itt nem volt visszateszt és áttörtünk fontos szinteket, most türelmesen meg kell várni, hogy hol akad el az árfolyam, honnan lesz lefordulás, hol lesz esetleg diszkontár, mikor teszteljük vissza ezt az áttört csúcsunkat, és tulajdonképpen ebből való elindulást lehet majd kereskedni. Amíg ez nem történik meg, ezen a páron már biztos, hogy nem keresnék addig belépőt, tehát türelmesen megvárjuk a visszateszteket. Ez az egyik leggyakoribb alakzat, amit érdemes jó mélyen berögzíteni a memóriánkba, amikor elindul felfelé az árfolyam, megvan a visszateszt, itt van a hetes csártokon a fordulás és megerősítés, itt van fontos szintek környékén, és ezeket kell megtanulni, és ezt minden idősíkon láthatjuk, ezeket a folyamatokat, és ezeket kell időbe azonosítani, és itt a szintek környékén én mindig a fordulásoknál keresem a lehetőséget. Nyilván lesz időszak, amikor így elmegy az árfolyam, de azért a legtöbb esetben megcsinálja az első lábat, második lábat, és az abból való elindulást érdemes kereskedni, és inkább maradjunk le egy kereskedésről, mint hogy feleslegesen üljünk a poziba. A legtöbb esetben meg lesznek ezek a kis visszatesztek, és a második lábból való elindulás kell kereskedni, mert ez a legtöbb esetben azért meg szokott történni, de nyilván vannak kivételek. Tehát itt most egy darabig biztos, hogy nem lesz jó belépési lehetőség, türelmesen megvárjuk a visszatesztet, így megyünk is tovább az indexekre, DAX-szal kezdünk. Itt ugye lassan talán indulgat az a visszateszt, amiről már egy ideje beszélek és várok, az előző csúcsot, amit áttörtünk, annak a visszatesztje zajlik jelenleg, és meg kell várni, hogy leérkezzen ide az árfolyam, itt is megjöjjenek azok a heves mozgások, jön egy fordulós gyertya, és az abból való elindulás. Itt a következő menet lehet, ugye első körben a tavalyi év és a két évvel ezelőtti szint környékére várom fel, és ezt meg kell várni türelmesen itt is a folyamatokat, és nekünk tulajdonképpen itt vannak a diszkontáraink, ezek a visszatesztek, ezeket kell türelmesen megvárni, és az ebből való elindulást kereskedni. Tehát itt a DAX-on is türelmesen meg kell várni ennek a visszatesznek a végét, és majd az abból való elindulást fogjuk kereskedni. Amíg nincs jele, addig megyünk tovább. NASDAQ a következő. Itt ugye nagyon szépen felpattant az árfolyam, be tudtam húzni a stopomat nullába, és nézzük meg a múlt heti hetes gyertyában, milyen szépen itt is megcsinálta ezt a visszatesztünket. Semmi más nem történt, mint áttörtük a belső nyakvonalunkat, és ennek a visszatesztje zajlik, és általában a szintek környékén mindig ilyen heves mozgással indul el az árfolyam, és továbbra is ugye már egy ideje erről beszél, hogy ide várom fel ennek a hetes szintnek a környékére első körben, ha ezt át tudja vinni, akkor a következő célár ez a csúcs lesz. Tehát ebben benne van még egy szép menet, és akkor megnézzük, hogy az S&P 500-on mi a helyzet. Itt viszont még nem nagyon tudott elindulni egyelőre az árfolyam, volt egy kis fordulós gyertyánk, de tulajdonképpen visszateszteltük ennek a legmélyebb gyertyának a szintjét, ugye ennek a visszatesznek, ez volt a legmélyebb gyertyája, és most tulajdonképpen a múlt heti hetes gyertya ennek a szintnek zárt fölé, és most ennek a visszatesztje zajlik, tehát itt is rövid távon mindenképp felfelé gondolkoznék, viszont itt a trendvonalnál még egyszer elakadhat az árfolyam, hogy itt is erről beszélek, hogy van egy visszatesztünk, itt is ugye a trendvonal környéke, hogyha ráhúzunk ide egy Fibonacci-t, akkor ez egy ilyen 61-76 környéke, itt még simán jöhet még egy lefordulás, amiről mindig beszélek, második láb, és az abból való elindulást kereskedném, de itt is bármikor megtörténhet, hogy simán átviszi az árfolyamot, és aztán megy tovább, és nem lesz második láb, ezt ugye előre nem tudhatjuk, de ettől függetlenül, ha tartjuk magunkat a kereskedési szabályainkhoz, akkor jó eséllyel tudjuk ezeket kereskedni. Tehát ideig a következő hetes szintig még ez is lehet egy szép menet, itt is ugye egy oldalazás történt, ezt az előző csúcsot ugye nem tudta átvinni az árfolyam, ez egy fals kitörés volt, visszajött az árfolyam ebbe a kereskedési sávba, és erről beszélek, hogy mindig sávokban kell gondolkozni, a visszatesztünk ez egyfajta kereskedési sáv, tehát még hogyha nem is használnám ezeket a hetes szinteket, akkor is tudnám, hogy nagyjából hol keresem a belépőket a sávok alján felfelé, ha szintörés van, akkor pedig az abból való visszateszt után való elindulást kereskedem. Viszont a hetes szintek láthatóan nagyon szépen működnek, és célárként is, belépési zónaként is, és ugye türelmesen meg kell várni az alakzatokat, gyertyaformációkat, trendvonaltörés, momentum gyertya, ez a három dolognak együtt kell ahhoz lennie, hogy én be tudjak lépni. Jó, ennyit az indexekről, tehát ebben a két indexben még lehet lehetőség a kereskedésre. Megyünk tovább a GBP-AUD, GBP-NZD és EURAUD, EURNZD párokra. Itt ugye ezeket elsősorban nem csak kereskedni szoktam, hanem dominancia szűrésre is használom. Itt vagyunk a GBP-AUD páron, ugye elérkeztünk egy fontos csúcshoz, de ez nem jelenti azt, hogy az árfolyam nem folytatja az útját esetleg felfelé, mert itt is ugye hetes szinttől hetes szintig kereskedünk. Ez az én hosszú távú célárom, tehát innen indult az árfolyam. Nézzük meg, ide tesztelt
vissza, megjöttek a tanoktatók, itt volt ugye belépőm, de én itt ki is szálltam, mert gondoltam, hogy itt lesz egy pihenő, több hete tulajdonképpen itt nem ment el az árfolyam, viszont ha itt esetleg sérül ez a szint, akkor Szabófaló visszateszt után még egyszer esetleg be tudok lépni, a következő célár pedig ez lesz, ha ezt is átviszi, utána pedig jöhet a tavalyi év legmagasabb pontja, de itt is ugye simán bármikor még egy körre lefordulhat, visszatesztelve ezt a nyakvonalunkat, és csak utána fogja megcsinálni majd a tavalyi év szintjét, úgyhogy ezeket türelmesen meg kell várni, de itt majd figyelni kell, hogy lesz-e szinttörés. Ilyenkor már nagyon nehéz belépni, mert itt már jöhet csapkodás, és nagyon nehéz jó stop helyszínt találni. Tehát ezen a páron még jöhet egy rövid távú menet felfelé, de nézzük, mi a helyzet a GBP-NZD-nél. Itt is ugye a múlt hét az egy shortos gyertya volt, ami azt jelenti, hogy visszateszteltük ezt az áttört nyakvonalat, majd a napos csárton látjuk nagyon szépen ezt a folyamatot. Itt viszont még azért van bőven hely felfelé, tehát ebben érdemes lesz gondolkozni itt a következő időszakban. Ezt a párt a GBP audot már nem biztos, hogy kereskedném, viszont itt még azért van elég nagy távolság a következő célárig. Igaz, hogy itt lesz még egy trendvonalunk, ahova elérkezhet az árfolyam, ezért nagyon fontos, hogy lássuk, hogy mi történik a piacon, van egy utolsó visszatesztünk, most nekünk ez a kereskedési sávunk, mert innen jött le az árfolyam, és itt torpant meg, innen indult újra, itt fordult meg az árfolyam, és nagyon szépen arra szolgat felfelé, viszont itt is ugye ennek a folyamatnak lesz egy 61-76-os Fibó szintje, ha ide ráhozunk egy Fibonacci csak érdekességképpen, akkor láthatjuk, hogy hol várhatjuk el első körben az első lábat, és nézzük meg, nagyon szépen a 61 és a 76 környékén lesz majd tulajdonképpen ugye az elakadási pontunk, ahol van a trendvonalunk is, tehát ide várnám fel első körben, tehát mindenképp csak rövid távon gondolkozni, és innen még jöhet simán egy visszatesz, és utána a nagyobb menet utána jöhet majd csak. És akkor jöhet idáig, vagy pedig utána mehetünk a tavalyi év legmagasabb pontjáig itt is, úgyhogy itt ez még egy elég komoly távolság a kereskedésre. Úgyhogy ebben még látok egy kis fantáziát, és nagyon szépen ugye áttörtünk egy fontos Fibó szintet, ráültünk a 38-asra, az 50-esről lefordult, tehát ebben még van egy rövid menet felfelé. Megyünk tovább, megnézzük, hogy mi a helyzet az európároknál. Itt is ugye arról beszéltem már az euró audnál, hogy felérkeztünk ugye a tavalyi év legmagasabb pontjára, és ezért mondtam azt, hogy itt jött a dominancia szűrés, amikor itt elérkezünk egy fontos éves szintre, itt megtorponhat az árfolyam, megpihenhet, ami azt jelenti, hogy időszakosan átveti a dominanciát az aud, az ausztrál dollár, mivel itt most ugye az euró elakadt. Tehát amikor fontos szintekre érkezünk, az jelzés érték mindenki, és hogyha megnézzük ugye az AUD CHF-et, az tulajdonképpen ennek az inverze, ennek a párnak, az euró-nak az inverze, ami azt jelenti, hogy ott is ugye fontos éves szintnél tart az árfolyam, és visszazártunk egy tavalyi évnek a sávjába, mármint az AUD CHF-nél, tehát mindenképp jöhet akár egy visszateszt, akár visszatesztelhetjük ezt a trendvonalat, és majd csak lehet, hogy később fog elindulni újra az árfolyam. Azokat a párokat, ahol fontos szintre érkezett az árfolyam tavalyi év szintjeire, azokat a párokat egyelőre nem bántanám, azokat a lehetőséget keresem, ahol elindulás előtt vannak a folyamatok, tehát akár hetes szint környékén, vagy már visszateszt utáni fordulós gyertyáknak az elindulását keresem. Itt, amikor felérkeztünk egy fontos szintre, ezeket a párokat egy időre békén hagyom, hadd csinálják a dolgukat, az oldalazást, és majd az abból való kitörést kereskedjük később. Jó, és akkor nézzük, milyen helyzet az EUR-NZD párom. Itt is ugye fontos éves szint közelébe járunk, ezért fordult le az árfolyam ebben a nagy lendületes gyertyában, és itt is ugye semmi más nem történt, lejött az árfolyam, megcsinált egy fontos Fibó szintet, jöhet a második láb, akár visszatesztelheti ezt a trendvonalunkat, és az ebből való elindulásból lehet esetleg egy újabb menet, ha csak esetleg oldalazásban nem kezd az árfolyam, és ez lesz a nagy kereskedési sávunk, és újra visszajövünk ezeknek a szinteknek a környékére, bármi megtörténhet, amíg itt nem lesz egyértelmű úgymond szintörés, abból való visszatesz, addig csak oldalazásról beszélhetünk. Ha ide is ráhúznék egy Fibonacci, csak érdekességképpen, hogy ide meddig jött fel, az valószínűleg 76 környéken lehet, és nagyon szépen meg is csinálta, 76,4, nézzük meg, innen fordult le az árfolyam. Tehát a legtöbb esetben meg lesznek az első lábak, és nagyon ritka az, amikor egybe elmegy az árfolyam, ilyen most például ugye az arany, de ettől függetlenül a legtöbb esetben ezeket a folyamatokat kell türelmesen megvárni, és tudni, hogy a 76-os Fibónál, vagy a 61-es Fibó környékén az első láb befejeződhet, és jöhet ilyenkor egy mélyebb visszateszt. De az is könnyen előfordulhat, hogy ez a gyertya akár a 7-es szint fölött zár, és újra megyünk tovább, és akkor a következő célár ez a szint lesz. Jó, megyünk tovább, ránézünk az AUD NZD-re, hogy ott mi a helyzet. Itt is ugye nagyon szépen leérkezett a 7-es szintünkre az árfolyam, és nézzük meg, hol torpant meg. És ugye ez a heti gyertya, a múlt héten is erről beszéltem, ha ez a szint tartja magát, itt kialakul egy zöld fordulós gyertya, akkor az azt jelenti, hogy újra mehetünk tovább,
ugyanis visszajöttünk az előző évnek a sávjába, és a szinteknek a visszatesztje zajlik felülről. Tehát, hogyha minden így marad, akkor rövid távon mindenképp arra lehet számítani, hogy az ausztrál dollár erősödni fog az új-zélandi dollárhoz képest. Tehát előbb-utóbb itt is jöhet majd egy rövid távú kereskedés felfelé, és az elsődleges célár az utolsó legmagasabb hetes gyertya a legmélyebb pontja lesz. Ha erre a visszateszre ráhúznék egy Fibonacci-t, és megnéznék, hogy hova esik ez a hetes szintünk, akkor ez megint egy 76-os Fibon környéke, ami egybeesik tulajdonképpen a trendvonallal is. Itt ugye van még egy hold zóna, ha továbbra is a szintek fölött tudunk maradni, akkor itt az előbb-utóbb az oldalazásból, ha ennek a visszatesznek, meg lesz a második lába, akkor itt is előbb-utóbb jöhet egy újabb menet felfelé, és a szintörés a trendvonal környékén lehet egy hosszabb távú belépési lehetőség, és a célár a tavalyi év legmagasabb pontja és a hetes szint lesz. Viszont ez még rengeteg idő lesz, mire ez a hosszú távú folyamat kialakul, így megyünk is tovább, és akkor jöhetnek a katpárok, USA dollár, kanadai dollár. Ugye itt az elmúlt időszakban volt egy komoly emelkedés, és most tulajdonképpen, hogy áttörtük ezt a hetes szintünket, most annak a visszatesztje zajlott a múlt héten, nagyon szépen ráült a szintre az árfolyam, és a kérdés az, hogy tartja-e magát ez a szint, és itt a következő gyertya, az eheti gyertya szint felett tud-e maradni, és utána esetleg folytatja az útját tovább, ugyanis a célára tavalyi év legmagasabb pontja lesz majd. Itt még simán benne van egy visszatesz lehetősége, lehet, hogy bejövünk a szintek alá, és aztán ugye fontos hírek jönnek Kanadából is a héten, lehet, hogy itt második felében meg visszazárunk a hetes szintek fölé, vagy pedig egy mélyebb visszatesz lesz, meglátjuk, hogy itt a szintek környékén mi fog történni, de ezt úgyis majd a kisebb idősíkon sokkal jobban figyelemmel tudjuk kísérni, hogy a napos gyertyák hogy alakulnak majd, és ennek függényében el tudjuk dönteni, hogy mi lesz a következő időszak iránya, jön egy kis visszatesz, vagy megyünk tovább felfelé. Így megyünk is tovább, mert még a jó belépő várat magára, GBP kada a következő. Itt ugye volt egy nagyon szép kis belépőm a szintek környékén, itt ahogy fordult az árfolyam, és nézzük meg, nagyon szépen a hetes szint fölé tudtunk zárni. Ugye elsődleges célár ez, ahonnan lejött az árfolyam, de ugye hosszabb távon mindenképp ide várnám föl erre a hetes szintre. Itt azért van egy kis akadályunk, ugye egyrészt a trendvonalunk, itt van a következő csúcs, amit át kéne vinni, tehát itt akár jöhet egy kis megpihenő, egy kisebb visszateszt, még akár visszatesztelhetjük az áttört hetes szintet is, és lehet, hogy csak később folytatja az útját felfelé. Ebbe akkor lehetne jó belépő, hogyha jönne egy kis visszateszt, itt a szint fölött tudna maradni az árfolyam, jönne egy szép kis napos fordulós gyertya, és aztán folytathatná az útját tovább, de lehet, hogy előtte megcsinálja ezeket a szinteket, és majd csak onnan fog lefordulni, vagy akár a híreknek köszönhetően egy nagy gyertyában, akár egy hét alatt megcsinálhatja a céláramat is, meglátjuk majd, melyik fog megvalósulni. Jó, megyünk tovább, következő euró kad. Itt is ugye a múlt évi legmagasabb pont fölé tudott zárni az árfolyam, és most ennek a visszatesztje zajlott a múlt héten, tehát nem véletlen, hogy amikor szintörések vannak, akkor általában jön egy visszateszt is, és az ebből való elindulás lehet majd kereskedni, akár folytathatja az útját tovább, hogyha minden így marad, de ezt majd a kisebb idősíkon megvizsgáljuk, hogy ott lesz-e jó belépési lehetőség. De én általában ezeket a szinteket nem szeretem kereskedni, türelmesen megvárom, hogy menjen el valameddig az árfolyam, jöjjön egy komolyabb visszateszt, és az abból való elindulás kereskedném, hogyha minden így marad. Így megyünk is tovább a következő katpára, NZD kad. Itt is ugye nagyon szépen felzárkózott a hetes szintünkhöz, tehát az áttört hetes szintet visszatesztelte alulról. Itt is ugye már egy előző évet már egyszer elértünk, tehát jó eséllyel még simán visszazárhat még egyszer az árfolyam, és a kérdés csak az, hogy itt ez egy dupla csúcs lesz, és innen fordulunk lefelé, vagy esetleg folytatja az útját tovább felfelé, ugyanis visszajöttünk itt is azért egy több évvel ezelőtti sávba. Ha megnézzük, akkor a két évvel ezelőtti legmélyebb pontunk az itt van. Tehát jelenleg itt jár az árfolyam. Tehát, hogyha maradunk ebben a sávban, vissza tud jönni az árfolyam, akkor visszateszt után akár a következő évek vagy a következő csúcsok szintjeire is feljött az árfolyam. A három évvel ezelőtti legmagasabb pont az valahol itt van, tehát akár ide is felérkezhet az árfolyam, ami azt jelenti, hogy hosszabb távú kereskedések jöhetnek még, és ugye itt is megint mit látunk? Látjuk a folyamatunkat, hogy volt egy emelkedés, volt egy visszateszt, annak meg volt a fordulópontja, és itt a szintek környékén akár jött egy jó kis belépő. És akkor utolsó katpárként jöjjön az ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt is ugye nagyon szépen visszateszteltük az áttört trendvonalunkat, és itt volt a múlt heti hetes gyertya egyfajta fordulós gyertyaként. Ide akár be lehetne húzni, ugye, mint ennek a visszatesznek, ez a piros gyertya volt a legmélyebb gyertyája, de ugye itt a két hetes szint elég közel van egymáshoz. Ettől függetlenül ugye itt is ugye felfelé várjuk az árfolyamot, mert azért hosszú távon mindenképp felfelé mutat. Első körben ugye a hetes szintig kereskednénk, és utána a hetes szint után pedig akár mehetünk tovább felfelé, de ugye elsődleges célár ezeknek a szintje lenne, ahonnan lejött az árfolyam, és meglátjuk, hogy itt megtorpanás lesz, vagy pedig megyünk tovább felfelé.
És akkor végezetül gyorsan ránézünk az EUR GBP-re, amit szintén csak elsősorban inkább dominancia szűrésre szoktam használni, mivel elég sokat oldalazik az árfolyam, viszont itt az elmúlt időszakban azért volt egy szép emelkedés, itt is ugye megvolt a nagy lejövetelünk, szépen megcsinálta az első lábunkat, és ez a szint tartja magát, ugye ez egy korábbi hetes szint, ami itt volt, és ennek a visszatesztje zajlik most felülről. Ha ez a szint tartja magát, akkor ide be lehet húzni majd egy trendvonalat, és az ebből való oldalazásból való kitörés után lehet újra felfelé kereskedni. Ide esetleg érdemes ráhúzni egy Fibonacci, csak azért, hogy amiről beszélek mindig, ez az első láb, második láb, itt is nézzük meg, gyönyörűen felszólt a 61-es Fibói, és a 76-os szint megegyezik a két évvel ezelőtti legmagasabb ponttal is. Ezért nagyon szépen működnek, tehát mindig, amikor megcsinálja a 61-76 környékét, ott várunk egy mélyebb visszatesztet, ez jelzi, hogy ez lesz az én diszkontáram, és a szint tovább tartja magát, akkor ebből lehet a következő nagy menet, és ezek a második menetek mindig a második láb, ez lesz a nagyobb menet, ebben van a nagyobb profit. Tehát röviden összefoglalva az eddig látottakat, ugye főbb devizapárokon elsősorban a dollárpárokon rövid távú kereskedésben lehet gondolkozni, majd a CHF párokban akár hosszabb távú folyamatok is jöhetnek, és itt a vegyes csártokon pedig egyes indexeken, a Nasdaqon és az S&P 500-on is lehetnek jó kereskedések, és a GBP-NZD és az EUR-NZD párokban lehet még szép menet. Itt a végére maradt egy-két katpár is, amiben jó lehetőségek lehetnek még, úgyhogy nagyjából alakulnak a folyamataink, megnézzük a kisebb idősíkon, hogy ezek közül mely párokban lesz jobb lehetőség a belépésekre, úgyhogy folytatás következik a napos csártokon. És már láthatjuk is az USA dollár index napos csártyát, ugye egyelőre itt a kis idősíkon is egyértelműen látszik, hogy lejtmenetben van az árfolyam, ugye itt valahol van egy hetes szintünk, de van egy napos szintünk is, ami azt jelenti, hogy áttörve a hetes szintünket, visszajöttünk akár a napos szintekig, és az abból való fordulás után kiderül, hogy megyünk tovább lefelé, vagy pedig esetleg újra el tudunk indulni felfelé. A lényeg, hogy meg kell várni, hogy a szintek környékén mi fog történni, és hogy itt mi lesz a következő napok eseménye. Tehát egyelőre rövid távon mindenképp dollár gyengülésre lehet számítani. Valószínűleg a jelenlegi árfolyam gyengülésben belejátszhat az Amerikában zajló bankbotrány is, de ettől függetlenül engem nem igazán érdekel, hogy mik mozgatják a piacot, milyen hírek, én csak a technikai képpel foglalkozom, mert minden itt csapódik le a csártokon, teljesen mindegy, hogy milyen jellegű hírt jön ki, úgyhogy ezt kell figyelni, hogy a csártokon a technikai kép meglegyen, a belépési szabályoknak megfelelően meglegyenek a technikai feltételek, és innentől kezdve engem nem igazán érdekel, hogy mi miatt okozza az esést az árfolyam. Akkor itt a napos csárton újra átnézzük a teljes folyamatot, csak most már konkrét belépéseket keresve, szokás szerint dollár, japán és CHF párokkal kezdünk, úgyhogy vágjunk is bele. GBP USD-vel kezdünk. Ugye itt az előbb a hetes csárton mutattam, hogy volt egy kötésem, itt ebben a napos kis fordulós gyertyában be tudtam lépni. Volt egy kis folyamatunk, elindult folyamat, visszatesz, és amikor pici a visszatesz, az azt jelenti, hogy aránylag nagy a lendület, tehát nem jött mélyen vissza az árfolyam, és az elsőleges célár ugye ez a napos szint lesz, és utána a legmagasabb csúcs. Tehát most mi egy kereskedési sávban vagyunk, és innen nagyon szépen felpattant az árfolyam. Ugye ezt nem tudom előre megmondani, hogy itt hol lesz a visszatesz, meddig megy el az árfolyam, milyen mély lesz a visszatesz, viszont előbb-utóbb a napos gyertyák jelezni fogják, hogy éppen merre akar menni az árfolyam, és itt nagyon szépen be tudtam lépni, ezért rövid távú kereskedés lesz, és nagy valószínűséggel itt a szintek környékén a tetején ki is fogok majd lépni. Következő dollárpárunk nem más, mint az euró-USA dollár. Itt is ugye alakul egy nagyon szép kis folyamat, meg volt a lejövetelünk, itt volt egy kis belső nyakvonalunk, ugye volt már egyszer egy kis belső nyakvonalunk, azt nem tudta átvinni, ez egy kis fals kitörés volt, és most újra felfelé próbálkozik az árfolyam, ide akár be lehet húzni egy trendvonalat, és az ebből való kitörést esetleg lehet újra kereskedni. Viszont itt közel vagyunk egy hetes szinthez, de van egy napos szintünk is, és ugye a múltbéli tapasztalatok alapján tudjuk, hogy általában amikor átszúrja a hetes szintet, akkor nagy valószínűséggel megcsinálja a napos szintet is. Ahogy az előbb is említettem, a dollár párokon jöhetnek rövid távú lehetőségek, hogy általában az elsődleges célár mindig az, ahonnan lejött az árfolyam, ha csak ez a mély pont itt nem fog sérülni, úgyhogy mindenképp akkor felfelé gondolkoznék, és egyelőre ez a céláram, és itt nagy valószínűséggel ki is szállnék, mert ezért fontos havi szintekről beszélünk. Tehát erre pár esetleg érdemes lesz figyelni a közeljövőben, úgyhogy megyünk tovább, NZD, USD a következő. Itt is a kicsit összép húzom a csártot, ugye ez volt a mi kis kereskedési sávunk, és ugye vissza is jöttünk ebbe a sávba a múlt héten, most ennek a visszatesztje zajlik, és hogyha ez a szint tartja magát, akkor itt is ugye elindulhatunk újra felfelé, ebbe talán kicsit több potenciál van, nagyobb távolság, viszont hogyha nincs elég dominancia, akkor az azt jelenti, hogy lassabban fogja elérni ezt a célárunkat, úgyhogy meg kell várni, hogy a héten kijövő híreknek köszönhető,
itt a négy pár közül melyikben lesz jobb belépési lehetőség, melyikben lehet esetleg nagyobb lendület, és azt a párt érdemes majd kereskedni. És akkor utolsó dollár párként ausztrál dollár, USA dollár. Itt is ugye nagyon szépen visszaérkeztünk, visszateszteltük az áttört havi szintünket, ez volt a legmélyebb hónapunk, nagyon szépen elindult az árfolyam, és aztán vissza is jöttünk ugyanoda, tehát nem maradtunk le még semmiről. Itt is most már ugye egyrészt a havi szintek felett is vagyunk, a piros vonal jelzi a havi szintemet, és ugye van egy napos szintem is. Jelenleg engem most csak ez a kereskedési sáv érdekel. Ha ez a szint, ez a mélypont nem sérül lefelé, akkor előbb-utóbb, ha a napos szintek felett tud maradni az árfolyam, akkor a következő célár ugye ez a szint lesz, de nyilván itt is ugye, amiről mindig beszélek, lejövetel utáni első lábot meg kell várni, az visszajött akár ide, meg kell nézni, hogy milyen fibó szinttel melyik szint egyezik jobban, és utána az abból való visszateszt után a második lábban lehet érdemes kereskedni majd csak. Nyilván itt is meg lehet kereskedni ezeket a rövid szakaszokat, viszont itt minél előbb ki kell szállni, nem kell megvárni akár még a célárat se, hanem hogyha szép pluszban van és időbe be tudtunk lépni, akkor ki kell venni a profitot, és majd a második menetben tovább benne maradunk a kereskedésben. Tehát a dollár párokban látok lehetőségeket, majd csak jól kell megválasztani, hogy melyik párba kereskedünk, de megyünk tovább a japán párokra, USA dollár japánnál kezdünk. Itt is ugye nagyon szépen visszajöttünk a napos szintekre. Ugye itt már a hetes szint is sérült lefelé, tehát bejöttünk a hetes szintek alá, viszont még itt vagyunk a hetes és a napos szint között, tehát ez még önmagában nem jelenti azt, hogy short irány, tehát lehet, hogy innen szépen visszafordul az árfolyam, és újra mehetünk felfelé. Ahhoz, hogy ebből hosszabb távú folyamat legyen, ugye le kell jönnünk ide, ezt a szintet át kéne törnünk, és az ebből való elindulás lenne a hosszú távú folyamat. Úgyhogy meg kell várni, hogy itt a következő napokban lesz esetleg fordulás. Ide most már ugye át lehet mozgatni trendvonalat, és ha átmozgatjuk, ez azért jó, ez az első csúcs, ezért szeretem ezt, mert itt fog kiderülni, hogy mi lesz az irány. Hogyha esetleg beszakad az árfolyam, akkor az azt jelenti, hogy nem teljesült a belépési szándékunk, tehát nem tört a trendvonal, nem vagyunk a napos szintek felett, akkor tudjuk azt, hogy short irány várható. Viszont, hogyha itt a napos szintek felett tud maradni az árfolyam, akkor ennek a szakasznak is, ugye ennek is megcsinálja majd a 61-76-át, ide a trendvonal környékére feljön az árfolyam, megcsináljuk a második lábat, és az ebből való elindulást lehet újra felfelé kereskedni, de meg kell várni, hogy itt a következő napokban lesz esetleg itt fordulós gyertya, heves mozgás itt a szint környékén, és akkor kiderül, hogy mi lesz a rövid távú irány. Tehát ez most jelenleg a diszkontárunk, és ugye mindig ezeket a folyamatokat keresem, elindult folyamat, visszatesz, diszkontár, és az ebből való elindulásokat keresem, akár felfelé vagy lefelé, attól függ, hogy mi az irány, de most türelmesen meg kell várnunk a következő napok eseményeit, hogy milyen irányú elmozdulások várhatók itt a szintek környékén, és annak megfelelően majd meghozzuk a döntéseinket. Jó, de megyünk is tovább, következő párunk GBP Japán. Itt is ugye azt láthatjuk, hogy visszakerültünk a legmagasabb hónap sávjába, ez volt a legmélyebb pontja a hónapnak, ez volt a sávunk, tehát fölülről teszteli vissza egyelőre az árfolyam szintünket, és amíg ez a havi szint, ez a piros vonal nem sérül lefelé, addig nem gondolkozhatunk short irányba, és ugye az előbb a hetes csárton azt láthattuk, hogy elég shortos a történet, viszont ez bármikor megváltozhat. Itt is akár be lehet húzni, most már ezt a trendvonalat ide fel lehet húzni, és megnézzük, hogy esetleg ennek a szinttörése után mi fog történni. Nézzük meg, milyen szépen itt is elakadt az árfolyam a trendvonal környékén, és az ebből való elindulás után esetleg, ha a szint felett tudunk maradni, akkor a sávon belül való kereskedésben itt lesznek majd a jó belépések, megint a trendvonal, és a szintek környékén keresjük a heves mozgásokat és a gyertyajelzéseket, és akkor a célár, ugye ahonnan lejött az árfolyam, a korábbi legmagasabb pont lesz. Tehát ami még a hét elején rosszul néz ki a hetes csárton, az a napos csárton bármikor megváltozhat, ezért kell ezt a két idősíkot használni, mert ezzel lehet látni a legjobban, hogy mi is történik valójában. De megyünk tovább, euró japán a következő. Itt is ugye még egyszer leszúrtunk a mai nap folyamán, leszúrtunk a napos szintekre, és a kérdés csak az, hogy itt is tudunk-e a piros vonal fölött maradni, ugye a havi szint felett, tehát akkor visszajövünk a sávba, és mehetünk újra felfelé. Tehát itt a japán pároknál is akár jöhetnek lehetőségek, ha esetleg kialakul a megfelelő technikai kép. Jó, következő japán párunk NZD japán, itt is hasonló a technikai kép, a kérdés csak az, hogy vissza tudunk-e zárni itt is a piros vonal és a zöld vonal fölé, visszakerülve sávba, és akkor a trendvonal törés után itt is jöhet egy szép kis emelkedés felfelé, itt is egy fontos hetes szint van, amit behúztam csak azért, hogy tudjam, hogy hol várhatom el első körbe az árfolyamot, és ha megnézzük az ausztrál dollár japánt, itt viszont meg ugye egyelőre lefelé tart az árfolyam, de hamarosan leérkezünk ezeknek a szinteknek a környékére, tehát itt befejeződhet ez a
visszatesz, és akár újra elindulhatunk felfelé, amíg ez a szint szignifikánsan lefelé nem sérül, addig esély van rá, hogy újra elindulhat felfelé, ha csak rövid távon is az árfolyam. Azért azt megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi állapot szerint a japán párokban nincsenek olyan technikai képek, ami miatt érdemes lenne figyelni, vagy esetleg kereskedni a közeli jövőben. A helyét lehet, hogy rámegy, mire ebből esetleg egy jó lehetőség lesz, ezért megyünk is tovább, mégpedig a CHF párokra, ami sokkal érdekesebb lesz. USA dollár CHF-fel kezdünk, itt is ugye újra visszajöttünk, benne vagyunk egy kereskedési sávban, és ebből a sávból tulajdonképpen most már 1-2-3. Hónapja nem tud kimozdulni, viszont attól függetlenül, amikor leérkezik az árfolyam egy fontos szintre, akkor mi történik? Heves mozgással felpattan az árfolyam, majd jön egy kis fordulós gyertya, és akár újra mehetünk felfelé. Ugye ezt a belső nyakvonalat teszteltük most vissza, és itt szokott mindig ugye kicsit megtorpanni az árfolyam, itt akár jöhet heves mozgás, és ugye mivel fontos hírek jönnek CHF párokon a héten, ezért mindenképp érdemes lesz figyelni, hogy mi lesz a következő irány, jó eséllyel akár mehetünk újra felfelé, mivel ugye a hetes csárton láthattuk, hogy közel vagyunk a hetes szinthez, és a hetes fordulós gyertya is megjelent. Jó, megyünk tovább, következő GBP CHF, itt ugye nagyon szépen elindult az árfolyam újra felfelé, és ugye erről beszéltem még a múlt héten, vagy két héttel ezelőtt, hogy ez a kereskedési sávú, és bár akkor még elég shortosnak tűnt, még a hetes gyertya is shortos volt, és nézzük meg, utána szépen visszarántották az árfolyamot, ezért kell nagyon figyelni, hogy itt is van egy fontos havi szintünk, tehát itt is a havi szint fölé kell kerüljünk, és abból való elindulás lesz majd csak a hosszú távú lehetőség. Addig viszont itt még lesz egy-két kanyar, szerintem elérkezünk ide a szintek környékére, itt jöhet egy kisebb visszatesz, és az abból való elindulás lehet majd esetleg egy jó belépési lehetőség, tehát itt, amíg az emelkedő szakaszban vagyunk, nincs visszateszt, nem lesz jó belépési lehetőség sem, tehát türelmesen meg kell várni a folyamatot, viszont a hosszú távú jelzések elég biztatóak, úgyhogy érdemes lesz erre a párra figyelni majd. Jó, a következő párunk az Euro CHF, ugye ott is láthattuk a hetes csárton, hogy milyen szépen kialakult egy fordulós gyertya, és itt már ugye a havi szintek felett is vagyunk, tehát ez egy kicsit előrébb jár a GBP CHF-hez képest, de itt is ugye kellenek a folyamatok, kell a lejövetel utáni első láb, kell, hogy visszateszteljük ezt az áttört szintünket, és az abból való elindulás lehet majd kereskedni, ide be lehet majd húzni egy trendvonalat, és az ebből való kitörés lehet egy szép menet újra felfelé. Ugye a héten kijövő hírek két dolgot csinálhatnak, vagy felendítik az árfolyamot, és felérkezünk fontos szintekre, és majd csak később lesz visszatesz, vagy pedig ha esetleg jó hírek jönnek a CHF házatáján, akkor jöhet egy kis visszatesz, és az abból való elindulás lehet kereskedni. Nem tudjuk előre, hogy melyik fog megvalósulni, de előbb-utóbb itt a napos csárton ki fog derülni. Jó, de megyünk is tovább, következő párunk NZD CHF, itt is hasonló a technikai kép, csak itt még nem vagyunk a piros vonal, tehát a havi szint felett, tehát ide is be lehet húzni egy trendvonalat, ugye itt elakadhat az árfolyam valahol, jön egy kis visszateszt, és az abból való elindulás után lehet egy jó belépő, rövid távú kereskedés a csúcsok tetejéig, és ha ezt át tudjuk vinni, akkor jöhet a hosszú távú kereskedés, úgyhogy ezekben a párokban lehetnek jó kereskedések a következő időszakban. És akkor utolsó CHF párként jön az AUD CHF. Itt ugye az előbb a hetes csárton azt láthattuk, hogy visszajöttünk az előző évnek a sávjába, és ha ez továbbra is így marad, akkor itt is elindulhatunk felfelé. Ugye ez a hónap ment a legmélyebbre az elmúlt időszakban, tehát egy új mélypontunk van, tehát nekünk a kereskedési sávunk jelenleg ez lesz, és hogyha ebből a havi sávból ki tud törni az árfolyam, akkor lesz majd csak hosszú távú kereskedés. Egyelőre ugye ez a pár áll a legtávolabb a jó belépési lehetőségtől. Tehát a jelenlegi állás szerint a CHF párokon továbbra is a GBP és az EUR párokban van a jobb belépési lehetőség, de ez bármikor változhat a híreknek köszönhetően. Ezzel a főbb devizapárokkal meg is vagyunk, tehát hogy az előbb is említettem, ugye dollárpárok és a CHF párokra lesz érdemes figyelni itt a főbb devizapárokon, és akkor mindjárt átmegyünk a vegyes csártokra, és ott megnézzük, hogy rövidebb távú lehetőségben hol tudunk gondolkozni, úgyhogy folytatás következik a vegyes csártokon. Mert itt is vagyunk az arany napos csártyán, ugye jól látható, hogy nagyon szépen elindult az árfolyam, nem volt második láb, egybe megcsinálta ezt a szintünket, sőt kicsit tovább is ment, úgyhogy most kialakított egy kanoncos gyertyát, ami jelzés értékű lehet, hogy rövid távon akár jöhet egy kis megpihenés, akár egy kisebb visszatesz, és majd az abból való elindulást kereskedjük, amíg ez a visszatesz nem lesz meg, addig itt nincs értelme a kereskedéssel foglalkozni. Így már lapozok is tovább az indexekre, mert ez időbe fog telni, mire ebből megint egy új lehetőség ki fog alakulni. DAX-szal kezdünk. Ugye itt volt egy kis visszatesztünk, de egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon mélyre nem jön az árfolyam. Ugye én erre szintre vártam vissza, tehát nagyjából ezeket a szinteket csináltam most meg. A kérdés csak az, hogy lesz esetleg mélyebb visszateszt, vagy hol fog esetleg újra elindulni felfelé az árfolyam. Itt is ugye lejövetel utáni első láb, második láb és az abból való elindulás lehet majd kereskedni, amíg ez nem történik meg, addig ebből jó belépő nem lesz, és a technikai kép jelenleg nem túl szép.
Így melapozok is tovább a következő indexre, ami nem más, mint a Nasdaq. Itt ugye arról beszéltünk, hogy volt egy visszatesztünk, és nagyon szépen újra elindult az árfolyam felfelé a múlt héten. Nem sok kell, hogy megcsinálja az előző hónap szintjét, de ugye van egy hosszabb távú célárunk is, egy napos szint és egy hetes szint is. Itt a kérdés csak az, hogy lesz előtte esetleg újabb visszateszt elveszte a nyakvonalat, és az abból való elindulásban még esetleg valaki be tud majd lépni. Egyre meg kell várni, a következő nap eseményei mit hoznak majd, és annak függvényében eldöntjük, hogy lesz még jó belépő a következő szintig. Hasonló lesz a technikai kép valószínűleg az S&P 500-on, és itt is ugye nagyon szépen most a napos gyertya, tehát most jelenleg ez a még kiskereskedési sávunk, ugye a visszateszt, itt volt az utolsó legmélyebb napos gyertya, ennek a szintje áttört, és most tulajdonképpen ennek a visszatesztje zajlik, hogyha a szint fölött tud maradni tartósan az árfolyam, akkor ide is be lehet húzni egy trendvonalat, ugye első körben rövid távon első lábat kereskedjük, tehát itt is feljöhetünk ide a belső nyakvonalakig, innen simán jöhet még egy visszatesztelve az áttört nyakvonalat, és az abból való elindulás lehet majd a következő jó menet. Ez még időbe fog telni, mire ebből tényleg belépő lesz, de akár rövid távon, hogyha itt jönne egy szép kis forduló zöld gyertya, akkor akár itt a szintek környékén kis toppal meg lehet próbálkozni egy rövid menetre. Mivel ez még csak most indulgat, lehet, hogy ebben most jobb belépési lehetőség lesz, mint mondjuk a Nasdaqnál. Ennyit az indexekről, és akkor szokás szerint GBP-ut, GBP-NZD, Euro-ut, Euro-NZD. Ugye az előbb a hetes csárton már láthattuk, hogy fontos szintek környékén jár az árfolyam, és nézzük meg, ugye nem véletlenül léptem én itt ki, mert nézve hány napja nem történik semmi, tehát ilyenkor mindig jön egy kis visszateszt, egy kis megpihenés, ezért nagyon fontos, hogy itt a szinteknél tegyük el a profitot, használjunk take profitot, és utána megvárjuk majd a következő szintől, és az abból való visszateszt után be tudunk majd itt is lépni, de amíg nincs visszateszt, nem lesz jó belépő sem. Így már megyek is tovább a GBP-NZD-re, és az előbb ugye arról beszéltem, hogy itt sokkal jobban látszanak a folyamatok, ugye ez volt az a belső nyakvonal, amiről beszéltem, és nézzük meg, gyönyörűen ezt tesztelte vissza, tehát áttörtünk egy fontos havi szintet, és annak a visszatesztje zajlik most. Általában, amikor először mélyen visszajön az árfolyam, visszateszteltük a hetes szintet, és utána a második elindulás az, amikor már ráülünk az előző szintekre, és már nem jövünk be mélyen, és itt ugye mai napig gyertya, akár lehetne egy fordulós gyertya is, de ugye ez egy túl kicsi kis visszateszt volt, tehát én még a következő napi gyertyát megvárnám, és hogyha esetleg kialakított egy kis kanócos zöld gyertyát, akkor jó eséllyel mehetünk újra felfelé, és itt azért még van bőven hely a következő szintig. Tehát a következő egy-két napban érdemes lesz erre a párra figyelni, jöhet egy jó belépési lehetőség, megyünk tovább az európárokra, Euro-AUD. Itt is ugye azt láthatjuk, hogy egy előző csúcsot áttört, és nézzük meg, milyen szépen visszajött az árfolyam. Ezek az én diszkontáram, és ezeket a folyamatokat kell megvárni. Ez a zöld gyertya jelzés értékű, hogy esetleg véget érhet itt a visszateszt, viszont ahhoz, hogy nekünk ebből belépő legyen, itt is ugye el kell indulni az első lábnak, tehát ennek a visszatesztjét keresünk most, ez a rövid távú kereskedési sávunk, utána az ebből való visszateszt és a második lábba való belépést keressük, és a szinttörések környékén ugye lesz egy trendvonalunk is, úgyhogy így néz ki maga a folyamat. Ezeket a visszateszteket kell türelmesen megvárni, és amíg nincs visszateszt, addig jó belépő sem lesz. És utána, amikor megvan a visszateszt, akkor viszont az alakzatokat kell megvárni belépésekhez, és az abból való elindulásokat keresni itt a szintek környékén. És akkor nézzük, milyen helyzet az Euro-NZD párom. Itt is hasonló a technikai kép, ugye visszateszteltük az előző időszakot, az áttört nyakvonalunkat, és nagyon szépen itt is megvolt a mai napi fordulós gyertya, de ez még önmagában ugye nem belépési lehetőség, itt is kellenek az alakzatok, itt is még egy jó pár nap el fog telni, mire ebből esetleg olyan alakzat alakul ki, amiből jó belépő lehet. Ezeket türelmesen meg kell várni, és ennyi a kereskedés, tulajdonképpen semmi más, mint egy visszateszt, egy diszkontár, az abból való kialakított alakzat, trendvonal és az ebből való momentum gyertyával való elindulás. Ennyi a kereskedés. Jó, ennyit ezekről a párokról, itt is ránézünk a napos csáton az AUD NZD-re, hogy itt mi a helyzet, itt egy kicsit be is jöttünk ugye a legmélyebb hónap szintje alá. A kérdés csak az, hogy újra el tudunk-e indulni, ugye tudjuk, hogy itt fontos hetes szintünk is van, erre fog ráülni az árfolyam, és hogyha ez tartja magát, akkor előbb-utóbb visszazárhatunk ugye havi szintek fölé, ami azt jelenti, hogy itt is meglesz a kereskedési sávunk, ez a rövid kereskedési sávunk, itt is feljön az árfolyam, visszateszteljük, behúzzuk a trendvonalunkat, és az ebből való elindulást kereskedjük felfelé. A jó belépő még itt is várat magára, így megyünk is tovább még pedig a CAD párokra. USA dollár, kanadai dollár, itt is ugye fontos szintre érkezett az árfolyam, és most itt oldalazik már egy ideje. Áttörtük ezt az utolsó legmagasabb pontot, és most ennek a visszatesztje zajlik. Ugye hetes csárton láthattuk, hogy itt egy fontos hetes szintünk is van, és hogyha ez tartja magát, akkor további felfelé várnám az árfolyamot.
de meg kell várni a kijövő híreket, hogy esetleg lesz-e mélyebb visszateszt, vagy pedig belendítheti az árfolyamokat újra felfelé, de itt a szintek környékén mindenképp jönni fog egy olyan momentum gyertya, ami jelzi, hogy mi lesz az adott irány. Nem ez a legszebb technikai kép a belépésekre, ezért megyünk is tovább és keresjük a jobb lehetőségeket, következő a GBP CAD. Itt ugye továbbra is fut a pozícióm, és úgy tűnik, hogy egy kis megpihenés után, egy kis visszateszt után újra elindul az árfolyam felfelé, és áttörve ezt a napos szintünket jövünk első körben ugye erre a csúcsra, és ha tovább megy az árfolyam, akkor akár ugye van még hely bőven felfelé, de itt van most még egy trendvonalunk is, úgyhogy meg kell várnunk, hogy a csúcsra felérkezés után mi fog történni. Előbb-utóbb ebben a menetelésben valahol biztos, hogy lesz egy visszateszt, és az abból való elindulás lehet majd kereskedni, mivel aránylag jól időzítettem a belépőmet, ezért itt stopot nullába hagyva hagyok teret a árfolyam mozgásnak, megvárva a következő visszatesztet, és utána ki tudom ülni a nagyobb meneteket is. Így ezt a pozíciómat hagyom tovább futni egyelőre, megyünk tovább az euró kadra. Itt is hasonló a technikai kép, ugye volt egy emelkedésünk, volt egy szinttörésünk, és az abból való visszateszt után újra felfelé próbálkozik az árfolyam. Ez nem annyira szép belépési lehetőség, de itt is akár jöhet egy első láb, egy kis második láb, és az abból való elindulás rövid távon lehet kereskedni, viszont mivel fontos szintek környékén vagyunk, ezért mindenképp érdemes megvárni majd egy szinttörést, és az abból való elindulás lesz majd a nagyobb menet. Jó, következő párunk NZD CAD. Itt is ugye nagyon szépen megvolt a technikai képünk, hasonló, mint a GBP USD-nél. Egy szép kis kereskedési sávban volt az árfolyam. Itt volt ugye egyrészt egy belépési lehetőség, aztán visszajött az árfolyam. Itt is volt egy újabb kis fordulós gyertya, aztán nagyon szépen felpattant az árfolyam. De ugye ez még mindig csak az esésnek az első lábát csináljuk. Tehát várni valahol egy elakadást, egy mélyebb visszatesztet, és majd a második menetbe beszállunk itt is. És akkor utolsó katpárként ausztrál dollár, kanadai dollár. Itt is ugye nagyon szépen látjuk, hogy volt egy lejövetelünk, ez volt a szakasz, ahova lejött az árfolyam, és innen újra felfelé próbálkozik. Itt a trendvonalat behúztuk, most jelenleg ez a kereskedési sávunk, és ezen belül kell gondolkoznunk, hogy kell egy második láb. Ha itt alacsonyan megcsinálja a második lábat, az azt jelenti, hogy első körben itt csak a 61-76-ig kereskedek, ez lesz az első lábam, ugye ABCD alakzatból megcsinálja az első lábat, az abból való visszatesztet, és az lesz a második láb, és utána az lesz a nagyobb ABCD alakzatunk. Célár pedig ugye ez a szint, ahonnan lejött az árfolyam, és itt is ugye van hely még bőven fölfelé, hogyha esetleg tovább tud menni az árfolyam, de még türelmesen meg kell várni itt ezeket a folyamatokat, be tudjuk húzni egy trendvonalat, és az abból való elindulást kereskedhetjük majd. Jó, és akkor végezetül gyorsan ránézzünk még az EUR-GBP-re, majd átmegyünk a kriptovalutákra egy kicsit, és aztán nagyjából fel is készültünk a hétre. Nézzük az EUR-GBP-t először. Ugye itt volt egy fontos hetes szintünk, ezeken táncol most az árfolyam, nem véletlenül ez a sok kanócosodás, ez jelzi, hogy itt fordulat jöhet. Itt is ugye kell egy zöld fordulós gyertya, utána elindul felfelé az árfolyam, megcsinálja ennek a szakasznak a 61-76-át, vagy ezt az áttört trendvonalat visszateszteli, és az abból való második lábba gondolkozhatunk újra felfelé, hogyha ezek a szintek tartják magukat. Ezzel a devizapárokkal végeztünk is, még gyorsan átmenjünk a kriptovalutákra, és nagyjából fel is készültünk a hétre, a többit meg majd rábízzuk a piacra és a hírekre, úgyhogy folytatás következik a Bitcoin chartján. És már itt is vagyunk a Bitcoin napos chartján, úgy itt a múlt heti híreknek köszönhetően nem volt második láb, nem volt visszatesz, hanem egyből áttörtük az utolsó csúcsunkat, ahonnan lejött az árfolyam, és tulajdonképpen elindult felfelé, tehát most előbb-utóbb lenni kell majd egy visszatesznek valahol, hogy ez az, amit előre nem tud az ember, hogy lesz-e második láb vagy sem, de a piac mindig megmutatja, és amikor fontos szintek sérülnek, mint az előző csúcs, vagy egy fontosabb csúcs, akkor tulajdonképpen ezeknek a visszatesztje előbb-utóbb meg fog történni, és az abból való elindulás lehet majd kereskedni esetleg felfelé. Ezek még csak rövid távú kereskedése, ez még nem egy hosszú távú folyamata a kriptó életében, de rövid távon mindenképp egy jó jel, hogy elindult végre az árfolyam felfelé, és törtek a korábbi mélypontok. És akkor nézzük, milyen helyzet az Ethereumnál, hogy sikerült áttörnie, igen, ezt a havi szintünket, itt egy fontos havi szint volt, ez az utolsó legmélyebb hónapunk volt, ez volt a kereskedési sávunk sokáig, ugye, és nagyon szépen ezt is áttörte. Itt akkor lendület nincs, mint mondjuk a Bitcoinba, de ettől függetlenül csinálja itt is a dolgát. Az ebből való visszatesztet kell türelmesen megvárni, és akár utána rövid távon lehet kereskedni a következő szintig.
Jó, és akkor végezetül gyorsan ránézzünk a ripőre is, de szerintem túl sok változás nincs, hát egyelőre semmi nem történik, nincs szintörés, nincs forgalom, úgyhogy ez teljesen felesleges kereskedni. Hát jelenleg így állunk, ezeket a lehetőséget látom, tehát a főbb devizapárokon dollár és CHF párok, a vegyes csártokon pedig akár az indexek közül 1-2, és a CAD párokban látok még lehetőséget, vagy GBP-ut, GBP-NZD, Euro-ut, Euro-NZD párokon, úgyhogy azért lesznek lehetőségek, de nyilván ehhez megint idő kell, mire ezekből a jó belépők kialakulnak, ezt viszont türelmesen meg kell várni, viszont én abban bízom, hogy itt a híreknek köszönhetően lesznek komolyabb elmozdulások a héten, mivel fontos hírek is jönnek, úgyhogy ebbe bízom, és talán lesz egy-két jó kereskedési lehetőségünk a héten. Ha bármi érdekeset látok, azt pedig úgyis a Facebook és Instagram oldalamon meg fogom osztani majd. Ezzel a mai körkép végéhez is értünk, hogyha bármi kérdésed van a témával kapcsolatban, akkor írd meg nekem itt kommentben, kérdezz, javasolj témákat, mondj véleményt, minden lehetőséget megtalálod a videó alatti leírásban, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy megköszönjem a mai figyelmedet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó kereskedést a hétre mindenkinek, sziasztok!